Eva Kaili filmsztárokhoz illő luxusban élt, mielőtt a rendőrség elfogta. Erről ír a nemzetközi sajtó. A brüsszeli korrupció főszereplője állítólag nem csak a társasági életben, hanem otthon is szerette fényűzést. Közben egy újabb név is előkerült. Kiderült ugyanis, hogy az egyik gyanúsított asszisztense is a brüsszeli vesztegetési hálózat része lehet. Decemberben tartóztatta le a belga rendőrség Eva Kajlit, miután az LP görög szocialista alelnökénél a házkutatások során összesen több mint másfél millió eurót, azaz csak nem 600 millió forintnyi készpénzt találtak, elsősorban bőröndökben. Kelly lebukása után kiderült, hogy a brüsszeli korrupció kulcsfigurája Pierre Antonio Panceri, akit néhány hete tartóztattak le. A korábbi LP képviselő nemrég vádalkut kötött, enyhébb büntetésért cserébe azt ígérte, hogy megnevez mindenkit, aki benne volt a vesztegetésben. De nem ő az egyetlen, aki így döntött. Páncér után az Európai Parlament tanácsadója is vádalkut próbál kötni. Eva Kelly élettársa Francesco Giorgi kiterjedt vallomást tett a börtönben. A kihallgatásán most a páncéri család adószakértőjének, Monika Bellininek a tevékenységére hívta fel a hatóságok figyelmét. A v 4 enná az Il Fatto Diano című olaszlap cikkére hivatkozva idézett a kihallgatáson elhangzottakból. Francesco Giorgi azt mondta, az adószakértő Bellini állítólag fontos szerepet játszott a Katarból érkező készpénz hazatelepítésében, és Antonio Páncéri lányával, Szilviával együtt létrehozott egy olyan vállalati struktúrát, amely garantálta a törvényesnek tűnő pénzáramlást. A portál arról is írt, hogy a belga és az olasz hatóságok immár együttműködve próbálják leleplezni azt a pénzmosási ügyet, amely szerepet játszhat a brüsszeli korrupciós botrányban. Közben egy újabb olasz képviselő neve is felmerült. Alessandra Moretti, az olasz bal-közép európai parlamenti képviselőjének asszisztense, a Páncéri Hálózat része lehetett. Alessandra Moretti élen jár a nőjogokért való küzdelemben. 2020-ban Katarba is ellátogatott, ahol egy konferencián tartott előadást. Közösségi oldalán akkor azt írta, itt Katarban előrelépés történik a nők és a munkavállalók jogainak védelme terén is csak hogy a Human Rights Watch civil szervezet egy évvel később egy tanulmányt készített, amely rávilágított arra, hogy nyugati szemmel milyen elnyomásban élnek a nők Katarban. A hazug embert hamarabb utolérik, érik, mint a sántakutyát, és úgy látszik, hogy most arra ez a mondás Brüsszelbe is elért. Nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság is érintett lehet a korrupciós botrányban. Erre hívta fel a figyelmet a Nézőpont Intézet elemzője. Pálfalvi Milán szerint egyértelművé vált, hogy egy korrupciós iparág alakult ki Brüsszelben. Azért is nevezhető egyfajta ilyen iparágnak, mert lényegében mind a szankciós politika tekintetében, mind a migráció kérdésében, a teljes politikai hozzáállás tekintetében az európai parlamenti képviselőknek azon csoportja, elég sokan vannak sajnos, akik le, érintetek lehetnek a korrupciós botrányban, eladták a szavazatukat. Az alapján hozzák meg a döntéseiket, a, hát nem az Európai emberek érdekében, hanem a megbízóik érdekében, hogy mennyi pénzt kapnak. Azt egyelőre nem lehet tudni, hányan vehettek részt minden idők legnagyobb uniós korrupciós botrányában. Sajtóhírek szerint legalább 60 uniós politikus lehet érintett az ügyben, többségük, szocialista vagy néppárti politikus.